A grúz parlamentben csütörtökön visszavonták a külföldi ügynökökről szóló törvényjavaslatot, amely Tbilisziben tüntetés hullámot váltott ki. Az összecsapások egész éjjel tartottak a rendőrség és a tüntetők között. A hatóságok könnygázzal és vízágyúval próbálták feloszlatni a törvényjavaslat ellen tiltakozó tömeget. A düh a parlamentre irányult, miután a képviselők első olvasatban jóvá hagyták a törvényjavaslat szövegét, miszerint a külföldi forrásból finanszírozásuk több mint 20%-át kapó médiaszervezetek külföldről befolyásolt ügynöknek minősülnek. A tüntetők szerint a törvény a tekintélyelvűség felé való elmozdulást jelzi, és árt Grúzia uniós csatlakozási esélyeinek, valamint ez egy orosz mintájú törvény, amely Moszkva érdekkörébe vonja Grúziát. A nem csituló, erőszakos összecsapások során a tüntetők barikádokat építettek, majd gyújtottak fel, autókat törtek össze. A hatóságok 66 embert őrizetbe vettek. Az orosz állami média szerint sok tüntető mellett 50 rendőr is megsebesült.